a szót. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen ezt az utóbbi megjegyzését, mert úgy látom, hogy a kormány nincsen jelen, de ezt most nem negatív értelemben fogom mondani, mert a múlt korában, azt hiszem egy vagy két héttel ezelőtt, elfogyott az idő, és nem jutottam sorra ezzel a kérdésemmel. Ugyanakkor Fónagy államtitkár úrral, illetékes államtitkárral a folyosón elbeszélgettem, és azt mondta, hogy amit én szerettem volna elmondani, meg a dolog, a probléma ismerős előtte, ezt ő szakmailag a későbbiekben támogatni fogja. Képviselő úr, tisztelettel várjuk a felszólalását. Így van, így van. Most már, most jön a lényeg. Képviselő úr, tisztelettel várjuk a felszólalását. Így van. Legyen kedves, kezdjen. Így van, így van. Hosszú évek óta van napirenden a Kunsztállási autópálya lefelhajtó ügye. A lakosság és az önkormányzat egyértelműen szorgalmazza az autópálya lefelhajtó megépítését. Mindez legutóbb októberben, október 26-án jelenlétemben is elhangzott a lakossági közmeghallgatáson is. Egyébként jó magam is az elmúlt időszakban kormányzattól függetlenül pártsemlegesen több alkalommal próbáltam ezt az autópálya lehajtó-felhajtó megépítését elérni, tehát remélem, hogy ez előbb-utóbb megtörténik, és még egyszer hangsúlyozom a Fónagy államtitkárnak nagyon pozitív hozzáállását két héttel ezelőtt a folyosón. A község határában található, közvetlenül az autópálya mellett, Júlia malom, és ebben a malomban őrlik az ország gabona termésének mintegy 15-16%-át. Ez egy hatalmas mennyiség. Ez azt jelenti, hogy Kunsztálláson keresztül a község útján, főutcáján, útjain évente több mint 150 ezer tonna gabonát szállítanak. Hát ugye logikusan hasonló mennyiség őrleményt is ennek megfelelően. Ez rendkívüli forgalmi megterhelés Kunsztállás főutcájának, de kifejezetten balesetveszélyes is. A kamionok, a teherautók közlekedése a főutcán egyébként egészen közel az iskola közelében haladva, hát különösen a gyermekek vonatkozásában. Hát én ezt személyesen is ismerem, mert Kunsztállás Kiskunfélegyháza körzetében nem messze van tőlem, és hát mint gyakorló orvosként még betegeket is gyógyároltam, gyógyítottam Kunsztálláson, és most is rengeteg ismerősöm van. A település főutcán elhaladó kamionok hát nem csak balesetveszélyesek, mint ahogy az előbb mondtam, hanem jelentős zaj és környezetszennyezési terhelést is jelentenek, valamint egyértelműen károsítják a főutca épületeit, amit például bizonyítanak az útmenti házak falának jelentős repedései. Az elterjedt hírek szerint a kormányzat hamarosan bekívánja vezetni a kilométer használat utáni autópályadíjakat. Nos, ha megépülne az autópálya lefelhajtó Kunsztálláson, akkor ezt a lehetőséget bizonyára kihasználó kamionok, teherautók ezután jóval több kilométert futnának az autópályán, ami jelentős többletforrást jelenthetne a költségvetés számára. Mindezeknek megfelelően is javasolnám, és természetesen tisztelettel kérem is, a fenti problémára vonatkozó, a gyorsforgalmi és főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjával foglalkozó 1222/2011 június 29-i kormányhatározat módosítását úgy, hogy a Kunsztállási autópálya fellehajtó csomópont megvalósítása szerepeljen benne kiemelt beruházásként. Nagy tisztelettel köszönöm a lehetőséget, hogy ezt a problémakört itt jelezhettem, és ugyanakkor tisztelettel kérem a távollévő kormányzati támogatást, annak megfelelően, ahogy Fónagy államtitkár úrral két héttel ezelőtt személyesen beszélgettem a parlament folyosóján, akkor ha ez így lesz, ő neki innen is személyesen előre is köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Köszönöm.